Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket én is. Jó látni az arcotokat. Jó, hogy ennyien itt vagyunk már most az első nap is, és hálás vagyok azért is, amiért Balázsék vezettek minket az imádatban, és énekeltünk, és sok mindenben kapcsolódik a mai esti bátorításomhoz, ami remélem sokkal inkább egy bátorítás, mint egy nagy üzenet, amivel készültünk, vagy készültem ma estére. És mielőtt bármibe belemegyünk, imádkozok egyet, jó? Mennyi édesatyám, köszönöm, hogy itt lehetünk, és valóban, atyám, szeretném, ha segítenél ma azt jobban megérteni, és valóságá tenni ezt az életünkben, hogy az a vágyunk, hogy a te házadban lakjunk, a te jelenlétedben. És köszönöm, hogy itt van ez a tábor, köszönöm, hogy tanítani akarsz minket, köszönöm, hogy mélyebbre akarsz vinni, köszönöm, hogy változásra hívsz minket, és atyám, csak azért imádkozom, hogy jöjj most közénk, szólj hozzánk. Köszönöm, hogy a te szellemed, amikor kiárad, amikor meghirdetjük az igét felkenve, akkor abban erő van és hatalom, atyám. Azért imádkozom, hogy nyugodjon meg a te jelenléted ebben a táborban, ezen a sátorban, és kent föl a szavaimat. Atyám, megnyitjuk a szívünket. Megnyitjuk neked a szívünket, és szólj, és leplezd le, jöjjön be a világosság minden sötét helyre, atyám, minden olyan hazugság, ami ott van a szívünkben erről a hétről, azt rombold le ma este, és kérlek, hogy jöjj, szólj, bátoríts, építs föl, adj vágyat, atyám, azért imádkozom, hogy a szellemünk, a szívünk legmélyére hoz most egy vágyat arra, hogy mélyebbre menjünk veled, hogy hajlandóak legyünk harcolni, hogy hajlandóak legyünk küzdeni te veled. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Ki az, aki tudja, hogy mi ennek a hétnek a témája? A tábornak a témája. Ezt nem nagyon kommunikáltuk, szóval a vezetők között valaki jelentkeztek, és akkor most elmondom nektek, ennek a hétnek a témája, nem tudtuk egy szóval megfogni, ezért több is van. Az egyik a változás. A másik az átváltozás, a harmadik az elváltozás, a negyedik a megváltozás, és igazából bármit elétettek, változás. És minden nap, minden tanító ennek a változásnak az egy-egy szeletét fogja elénk hozni. És ki az, aki azt gondolja, hogy szüksége van változásra az életében? Nagyon jó. És akkor most kérdezek még egyet, miért szeretnétek változni? Nem muszáj megválaszolni hangosan, de amikor készültem erre a tanításra, és gondolkoztam azon, hogy milyen bátorító üzenetet tudnék hozni nektek így este, akkor az a kérdés jutott eszembe, hogy vajon miért akarunk megváltozni? Miért van az, hogy szeretnénk A-ból B-be eljutni? Miért van az, hogy bizonyos területeken meg akarunk változni, hogy könnyebb legyen az életünk, vagy nehezebb legyen az életünk? De próbáld meg magadnak megfogalmazni, hogy miért is akarsz változni? És vajon még egy kérdés az, hogyha ennyien tényleg mindannyian szeretnétek változni, akkor vajon miért annyira fontos téma ez a változás, amit a hétre hoztunk? És amin ezen gondolkoztam és imádkoztam, az Úr előtt voltam, hogy mit is szeretném ma nekünk üzenni, érdekes módon a tíz szűz példázatához vezetett, és ezt fogjuk megnézni együtt. Ebből hoztam pár gondolatot, és ezzel szeretnélek titeket bátorítani, és általában Ádihoz szokta hozni a profétikusabb üzeneteket. Ma úgy érzem, hogy Isten mégis rám bízott egy olyan dolgot, amit szeretnék veletek megosztani, és ez is így fog körülbelül menni a ma este. Jó? Hogyha van Bibliátok, akkor a Máté 25-öt nyissuk ki, és ott van a történet, az 1-től 13-ig. Jó? Máté evangéliumának a 25. fejezetétől 1-től 13-ig. Én Csiából fogom olvasni, de kinek a maga hite szerint nyugodtan válaszol egy fordítást is. Máté 25, 1-től 13-ig. Akkor a mennyek királysága 10 olyan szűzhöz lesz hasonló, kik fogták fáklyáikat, és kimentek a vőlegény elé. Közülük 5 ostoba volt, 5 pedig eszes. Ostobák voltak ugyanis azok, akik fáklyát fogtak ugyan, de nem vittek magukkal olajat. Az eszesek ellenben a fáklyákkal együtt olajat is vittek edényeikben.
Miután a vőlegény késett, mindannyian elszúnyadtak és aludtak. Éjfélkor kiáltás hangzott, né, a vőlegény, gyertek ki elébe. Akkor a szüzek mind felkeltek, és felszerelték fáklyáikat. De az ostobák így szóltak az eszesekhez. Adjatok nekünk olajotokból, mert fáklyáink kihalusznak. Csak hogy az eszesek így feleltek, soha, nekünk is, nektek is nem lesz elég. Menjetek inkább az árusokhoz, és vásároljatok magatoknak. De míg azok vásárolni jártak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a lakodalomba. Aztán bezárták az ajtót. Utólag megjött a többi szűz is, és így szólt. Uram, uram, nyisd meg nékünk! De az így felelt nekik. Bizony azt mondom nektek, nem ismerlek titeket. Ébren legyetek hát, mert sem a napot, sem az órát nem ismeritek. Hát egy izgalmas történet, és azt gondolom nem is történet, példázat, ami nem is annyira egyszerű megfogni, de mégis azt a részét szeretném ma nekünk elhozni, amit hiszem, hogy Isten akar üzenni nektek is, és nekem is a táborba. Ki az, még egyet kérdezek, aki úgy érzi, hogy az elmúlt időszak egy kicsit nehéz volt neki? Ki az, aki felmeri tenni a kezét? Jó, én nekem is egy ilyen időszakom volt, az elmúlt időszakom elég nehéz időszak volt. És pont azon gondolkodtam, ahogy itt ezek a példázatok, itt egymás után három azzal foglalkozik, hogy az Úr Jézus visszajövetelének különböző részeit emeli ki. Én is ezt szeretném nektek kiemelni, hogy amivel kezdődik ez az egész, azzal, hogy van egy mennyasszony, akik mi vagyunk, és van egy vőlegény. És van az Úr Jézus Krisztus, aki vissza fog jönni. És akik hallgattok szombatotokat, vagy szolgáltok velünk, vagy a vesiben vagytok, egyre több olyan üzenetet fogtok hallani, hogy teljes meggyőződésünk az, hogy e felé haladunk. És nem csak haladunk, hanem egyre közelebb kerülünk ehhez. És ez a példázat is arról szól, hogy jön egy olyan időszak, amikor visszajön az Úr Jézus Krisztus. És ezt szeretném, tudom, hogy már sokszor hallottátok, de nem fogjuk abba hagyni mondani, mert ez Isten az, amit ránk bízott, hogy mondjuk, hogy egy olyan időszak jön, amik nagyon közelítünk az Úr Jézus Krisztus visszajöveteléhez. És ez a példázat is arról szól, és amikor gondolkozunk azon, hogy miért kell változnunk, miért kell elváltoznunk, miért kell megváltoznunk, akkor egy olyan szeletét szeretném kiemelni ennek a változásnak, ami felkészít minket arra, hogy tudjuk fogadni az Úr Jézus Krisztust. Tudjuk fogadni a vőlegényt. Mert ez a példázat arról szól, hogy van 10 szüzünk. Ezek a szüzek mind szüzek, és mind tiszták. Hiszem, hogy ez arról beszél, arról a megtért, újjászületett tesókról, a gyülekezetről, akik várjuk az Úr Jézus visszajövetelét. Várjátok, hogy visszajön az Úr Jézus? Igen. Erre én mindig egy ilyen félig, igen, félig nem. Aki még szeretne egy kicsit megházasodni, előrébb menni, kipróbálni dolgokat, akkor mindig azt mondja, jó, jó. Igazából az a jó, hogy nem mi döntjük el. Ez a titok az Atyánál van. De arra viszont bátorít minket az ige, hogy készüljünk. És van 10 ilyen szüzünk, akik mondjuk, ha mi is itt megosztanánk magunkat, akkor ne is lehetnénk itt. Képzeljétek el minket, mint 10 szűz. És az ige szétválaszt minket 2 csoportra. És az egyik csoport az, aki a bolond, a másik pedig az eszes. És itt vannak ezek a szüzeink, és úgy képzeljétek el, most nem megyek bele nagyon az ilyen kulturális dolgokba, de egy zsidó esküvőnél arról volt szó, hogy a szüzek előre kimentek, de a vőlegény jött el, és vitte el a mennyasszonyt, és így házasodtak össze. Ennek több része van, de most leegyszerűsítve a sztorit, ez a lényeg. Tehát jön az Úr Jézus Krisztus felénk, és azt mondja, hogy van 10 szűz, aki kimegy, és várja, és ezek közül 5 eszes, és 5 bolond. És a kérdés az, hogy mi a különbség ugye a 2 csoport között, és sokan tudjátok azt, hogy az olaj. Az egyiknek az a fákját viszi csak, de ez a fákja nem az, hogy nem ég, vagy nem működik, vagy nem jó, hanem az a fákja működik, az ég, az világít. De a probléma az, hogy az egyik csapat nem csak annyi olajat vitt, ami elég volt a fákjához, hanem vitt több olajat, mert tudta, hogy valamire föl kell készülnie. És amikor gondolkozunk azon, hogy mit jelent ez az olaj, és hogy miért is van szükség arra, gondolkozzatok ti is ezen, hogy vajon az én életemben mi lehet ez az olaj? Vajon szükségem van-e arra, hogy
olaj legyen a fákján mellett. Mert a legtöbben, akik itt vagytok, az hívő életünk ég valamilyen módon, valakinek nagyon nagy lángokban, van, akinek nehezebb időszaka van, lehet, hogy inkább pislákol, de ég a hívő életünk. A Szent Szellem bennünk él, és megyünk Istennel előre, de maga az olaj az egy másik kérdés, hogy viszünk-e magunkkal, hogy van-e nálunk olaj. És amikor gondolkozunk azon, hogy mi lehet, az én meggyőződésem, az igét, ha megnézzük, hogy az olaj mit szokott jelképezni, az mindig a Szent Szellemnek a jelenlétét. A Szent Szellemnek a kenetét, sokan nem biztos, hogy ismeritek ezt a szót, vagy nem ilyen háttérbe jöttök, de a lényege az az, hogy az életünkbe Istennek a jelenléte, a Szent Szellem által jelen van-e. Van-e olyan olaj, ami táplálja a tüzet benned, a szeretetedet Isten felé, a hívő életedet, azt, amivel világítani tudsz a sötétségbe. És bele fogok majd mindjárt egy kicsit jobban menni, de ha megnézitek, az egész, nem beszéltünk össze Ádámmal, de ebben a táborban, a szombatötön, amire mi leginkább figyelünk és érzékenyek vagyunk, az pont az, hogy vajon itt van-e Isten jelenléte. Vajon az alkalmakon megjelenek közöttünk Isten jelenléte. Vajon a te életedben ott van-e az az olaj, az a kenet, amit Isten szeretne. És menjünk egy kicsit tovább, és ki fogom ezt még bontani, ne ijedjetek meg, ez bátorítás lesz a vége, szóval nem kell félni. De az a lényeg, hogy várják a szüzek, várják a vőlegényt, és a vőlegényen mi a probléma? Késik. El tudjátok képzelni, hogy van egy vőlegény, aki jön a mennyasszonyáért, és késik. Ki az, aki érezte már úgy, hogy az életében késik az Úr Jézus? Hogy már úgy itt kéne lenni. Már itt kéne lenni a megoldásnak. Már itt lenne a helye. És sokszor érezzük azt, hogy késik, de a teljes meggyőződésem az, hogy az Úr Jézus nem tud késni. Az Úr Jézus nem késik. A késés az valószínűleg a mi érzékelésünkben van. A mi elvárásunkban van. A mi elképzelésünkben van arról, hogy mikor kéne érkeznie, hogyan kéne érkeznie. És szeretnék nektek rögtön itt az elején a táborral kapcsolatban valamit rátok bízni. Az elmúlt években is tapasztalat volt az, hogy vannak, akiknek nehézkes a tábor. Vannak, akik ránéznek a másikra, látja, hogy felkettett kézzel dicsőít, nem tudom, benne van Isten jelenlétébe, és valahogy azt érzi, hogy nála ez nem működik. Nála késik ez a dolog. Én nem tudom úgy csinálni, mint ő, én nem tudom így csinálni, nézd meg, hogyan vagyok, hogyan érkeztem ebbe a táborba, és van egy ilyen belső küzdelem. És hagyj bátorítsalak rögtön azzal, hogy az Úr Jézus nem késik. Az Úr Jézus nem felejtett el téged. Ha nem tudtál kapcsolódni először a dicsőítéshez, az Úr Jézus nem késik. Az Úr Jézus itt van és szeret téged. Az Úr Jézus szeretné áttörni ezeket a gátokat. És arra bátorítalak rögtön a legelején, és ez tényleg kulcs lesz a táborunk szempontjából, hogy vajon el tudjuk engedni azokat az elképzeléseket, elvárásainkat, hogy az Úr Jézusnak mikor és hogyan kell érkeznie. Mert tudjátok, jövünk különböző gyülekezeti hátterekből, jövünk abból, hogy így kéne, úgy kéne, már ki kéne dőlnöm, nyelveken kéne szólnom, nem tudom mi, ilyeneket kéne csinálni, de tényleg vannak ilyenek, és utána az van, hogy nem így érkezik, mert azt érzem, hogy késik, az én életemben nem működik, és rögtön elvetem. Hidd el, hogy az Úr Jézusnak személyes üzenete van számodra a héten. Az Úr Jézus tudja, hogy hogyan kell átadni azt az üzenetet neked. Az Úr Jézus tudja, hogy téged mikor és hogyan kell megérinteni. És tudjátok, mikor jött az Úr Jézus ezekhez a szüzekhez? Éjfélkor, amikor már sötét volt. Amikor a legnagyobb sötét volt. Amikor azt érzed, hogy nem megy, esélytelen, képtelen vagyok, én nem tudom azt csinálni. Várd az Úr Jézust. Csak ez az első, amit a szívetekre akartam helyezni, hogy egy olyan időszakban jövünk, ami az is itt vannak nehézségek az életeinkben, és a tábor is tud nehezebben idő lenni, de nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én teljes mértékben azt tapasztalom, hogy egyre nehezebb megállni és égni.
egyre nehezebb világítani a sötétségben. Egyre nehezebb azt a világnak a csábítását, a világnak a dolgait, a pénznek a dolgait, a felépített karriernek a dolgait, az, ami ömlik ránk az Instagramról, a Facebookról, a tévén, a munkatársaikon keresztül, egy baromi nagy sötétség árad ránk. És lesz egy kérdés, hogy vajon van-e olajunk? Mert az történt, hogy késett az Úr Jézus, és nem tudom, hogy ti hogy vagytok, nekem az elmúlt időszakban volt olyan érzésem, amikor azt éreztem, hogy fú, Úr Jézus, ez már jó lenne, ha itt lennél, ha hoznál változást, ha hoznál áttörést, de az Úr Jézus jön. És tudjátok, az volt, hogy megérkezett, íme eljött a vőlegény, és szóltak ezeknek a szüzeknek, és felkeltek a szüzek. És tudjátok, mi volt? Az eszeseknek elfogyott az olajuk. És az a tűz nem égett. Nem tudom, mit mondtam. Bocsánat. Akkor értitek. De az eszeseknek pedig volt. És szeretnék valamit rátok bízni a szívetekre, kicsit figyelmeztetésként is, csak hogy milyen időszak jön, és hogyan gondolkozzatok. Azok a szüzek, akik bolondok voltak, és nem volt olajuk. Amíg meg nem érkezett az Úr Jézus Krisztus, ők azt gondolták, hogy készen vannak. Azt gondolták, hogy rendben vannak. És csomóan lehetünk úgy az életünkbe, hogy azt gondoljuk, hogy ami előttünk jön, és én nekem is volt az elmúlt időszakban ilyen, hogy ó, én már ezt tudom, én nekem úgy van olyan közösségem az Úrral, nekem van, akkor azt érzed, hogy én kész vagyok, nagy baj nem esett. Hát itt vagyok, eljövök szombatötre, járok gyűlibe, imádkozok, de mégis ők azt hitték, hogy készen vannak, de olyan sötétség és olyan időszak jött, amiben kiderült, hogy nem voltak készen. És lehetnek olyan időszakok, és ezen a héten is olyan dolgok az életünkben, amikor kiderül, hogy valamire nem vagyunk készen. Amikor azt hiszük, hogy be tudnánk menni, készen vagyunk, de amikor fölkeltenek, amikor egy olyan helyzetbe kerülünk, amikor ott van, hogy meg vagyunk próbálva, akkor kiderül, hogy nem vagyunk készen. De akarok valamit rátok bízni. Ezek nem azért vannak, mert az Isten nem szeret titeket. Nem azért van, mert az Isten be akarja bizonyítani nektek, hogy nem vagytok elég jók, hogy nem készültetek fel eléggé. Ha úgy érzed, hogy meg vagy fáradva, ha úgy érzed, hogy ki vagy égve, nincs az olaj, olyan a motor az autóba, hogy nincs olaj, ezért tönkre megy, és azt érzed, hogy besült a motor nálad, akkor azt mondom neked, hogy Isten kegyelme az, ami megmutatja neked, hogy nincs olajod. Az Isten nem vádolni akar, amikor azt érzed, hogy nem tudsz kapcsolódni, ha eltávolodtál, ha olyan próbák voltak az életedben, amiben nem tudtál megállni. Isten nem azért engedi meg ezeket, és kiderül az életünkben, hogy nem volt elég olyanunk, mert hogy be akarja bizonyítani, hogy rossz vagy, vagy nem készültél föl. Hanem Isten kegyelme azért, hogy felkészítsen téged arra, ami következik. És ezt imádkozzuk, ez a kijelentés, ami körbejár minket, és ez az, amit személyesen rátok akarok bízni. Az az időszak, amin átmegyünk, és nehézség, az nem azért van, mert az Isten nem szeret téged. Felejtsd el, ezt fogja mondani a sátán, azzal fog támadni, az Úr már nem szeret, te nem tudsz megváltozni, nem tudsz belőle kijönni, te nem fogsz az Úrral olyan közösségben lenni. Felejtsd el, ez az ellenség hazugsága. Ez az ellenség hazugsága. Az Úr szeret téged. És amikor itt vannak ezek a nehéz helyzetek az életünkben, azért vannak, mert fel akar minket készíteni. Azért akarja, hogy megértsük, hogy olajat kell gyűjtenünk. És meggyőződésünk, hogy olyan időszak áll előttünk, ahol Isten el akar hozni embereket az életünkbe, a gyülekezetünkbe, megújulást akar hozni, de nem fogja tudni, ha nem leszel készen arra, ami előttünk áll. És amikor nehézség van, akkor Isten ezeket arra munkálja, hogy olajunk legyen. Mert mit mondtak az okosok a bolond szüzeknek? Az, hogy nem tudunk nektek adni. Kértek a bolond szüzek. Meggyőződésem, hogy olyan időben élünk, amikor el fog jönni az az időszak, amikor nem tudsz Rézádámhoz imádságra szaladni, nem tudsz Gondor Marcitól lelki gondozást kérni, nem tudsz Jánossal órákat eltölteni, kávézni, és azt mondani, hogy majd az ő kenetükből, az ő olajukból, ami náluk van, fel fogok töltödni, és menni fogok előre. Tudjátok, a Covid ezt baromi jól megmutatta, hogy amikor elfogytak a rendes gyülekezéseink, és online ültünk egy laptop előtt, egy idő után kiderült, hogy van-e saját olajunk.
kiderült, hogy van-e saját olajunk. És az a probléma, hogy nem fogjuk tudni adni egymásnak. És mit mondanak az okosok? Mit mondanak az okosok a bolondoknak? Menjetek el és vásároljatok magatoknak. Tudjátok, a kenetnek, az Isten jelenlétének, az Istennek, adnak az olajnak, amit semmi más, hogy nem tud az életedbe bejönni, ami tüzet hoz, ami életre kelt, amitől be tudod futni a pályádat, amitől meg tudsz változni, az ennek, annak van ára. Isten jelenlétének az életedben, a kenetnek, a Szent Szellemnek, a kenetének van ára. És ezt meg kell venni. És vagy azt csináljuk, hogy ezekben a helyzeteinkben, és mindjárt erre akarok kitérni, ezeket a helyzeteinket tényleg engedjük Istennek arra, hogy megvegyük az olajnak az árát. Tudjátok, hogy kikészül az oliva olaj? Vagy bármilyen olaj? Présenek. És tudom, hogy ez nem az a nagyon jó teológia, amit mindenki szeretne hallani, hogy nem lesz soha nehéz, nem lesz olyan, hogy Isten préselni fog, és sokszor sokkal könnyebb az ellenséget hibáztatni, mint azt mondani, hogy Uram, beletettél egy helyzetbe. Tudom, hogy semmi rossz nem jön tőled, te jó vagy, de vannak olyan helyzetek az életünkben, amikor ki akarsz préselni belőlem az olajat, hogy legyek. És tudjátok, az van, hogy amikor jön a prés az életedbe, és ez az, amit szeretnék kérdezni tőletek a változással kapcsolatban. Miért akartok változni? Ha akarunk változni, azért akarsz változni, hogy jobb legyen? Hogy ne legyen, jobban élvezd az életet? Vagy hogy nagyobb házad legyen, vagy jobban tudj, még több pénzt tudjál gyűjteni? És tényleg csak gondold végig, hogy mi az, amiért te változni akarsz? Mert ezen a héten van egy alap, hogyha valamit nem tartunk a fejünkben, akkor nem fog érni majdnem semmit a többi. Meggyőződésem, hogyha mi olajat akarunk, és nehézségekben vagyunk, akkor az Isten ezeket mindig arra használja, hogy magához közelebb vonjon. Megtapasztaltátok már, hogy mentetek át nehézségeken, de soha nem voltatok olyan közel az Úrhoz, mint akkor, amikor prés alatt voltatok? Amikor közel vont magához, amikor már nem tudtál máshoz menekülni, amikor már a saját megoldásod nem működött, amikor kiüresedett az, ahogyan te csináltad eddig, amikor rájöttél, hogy üres az életed, a barátaid nem elégítenek meg, a barátnőd, a férjed, a feleséged, bárkid nem elégít meg, és nem tudsz máshoz futni, csak az Úr Jézus Krisztushoz. És tudjátok, hogy miért fontos ez? Mert innen jön az olaj. És tudjátok, meggyőződésem, hogy ezen a héten, ha azt szeretnénk, hogy változzunk, a cél annak abba az irányba kell menni, hogy úgy változzon meg a gondolkozásom, úgy változzon meg a szellemi életem, a hitharcom, a szellemi harcaim, a kapcsolataim, ilyen témáink lesznek a héten, hogy ezáltal bele tudjak abban állni, hogy az Istennel a közösségem elmélyüljön, hogy meg tudjak újulni, hogy őt tudjam követni, hogy engedelmeskedhessek az elhívásának. Testvéreim, ha ez nem célod, akkor nincs értelme a változásnak. Mert egy valami hiányozni fog az életedből, az pedig az olaj. És újra ki fog derülni, hogy a motor akad. És ez a kérdésem, hogy vagyunk itt ezen a héten? Azért akarunk megváltozni, hogy jobb legyen, hogy tudjam azt jobban csinálni, amit eddig is csináltam, az én utamat, amit én akarok. Vagy az a kérdésem, hogy Uram, minden, amin van, azt visszarakom eléd. Azt mondom, hogy te tudod, hogy mikor jössz. Te tudod, hogy mit akarsz elvégezni az életemben. Te tudod, hogy mire van szükségem, hogy mikor kell jönni, hogy mit kell elvégezni. És tudod, ha ezt le tudod rakni, ha azt tudod mondani, hogy Uram, gyere úgy, ahogy vagy, és lehet, hogy lesz két nap, amikor nagyon nehéz lesz. És lesz az, amikor prés alatt leszel, és lesz az, hogy az Úr olyan helyzeteket fog kreálni, megmutatni, ahol el kell döntened, hogy hogyan reagálsz. Mert tudjátok, amikor prés alatt vagyunk, két dolgunk lehet. Az egyik az, hogy keserű leszel, nem úgy van, ahogy te akarod, duzzogsz, másokat lehúzol, mindenkit hibáztatsz, vagy azt mondod, hogy megadod magadat. És azt mondod, Uram, te tudod, hogy min kell végigmennem. Te szeretsz, és nem hagysz el. Te végig fogsz engem vinni, és mindent ki fogsz égetni az életemből, aminek nem ott kell lennie. És köszönöm, hogy ahogy kereslek téged, megismerhetlek jobban téged.
És tudjátok, ami változás itt be tud jönni az életünkbe, higgyétek el, nem azért fogtok bármi változás az én életemet. Tudjátok, miért vártam annyira a szombat öt tábort? Mert emlékszem, hogy tavaly mennyit sírtam a térdeimen. De nem azért, mert hogy annyira okos dolgokat mondtak az emberek, hanem azért, mert amikor a tanításban az Isten jelenléte, az olaj, a kenet, az, amikor Isten szelleme itt van valóságosan, akkor tudod, nem kell azt mondani, hogy én most le akarom-e tenni a bűneimet, vagy nem. Vagy az Isten jelenlétébe, Isten azt a hazugságot, olyan hazugságokat rombolt le a szívembe, amiket észre se vettem, hogy ott vannak. Testvérek, nincs más lehetőségünk hívő életet élni, csak is az Isten olaja által. És a változásunknak ezért van szükség, hogy az Istenhez tudjunk menni, hogy ne csak az legyen, hogy eljövök, itt vagyok, hanem fel kell épülnünk arra, hogy otthon igét olvassak, hogy az Úrral legyek közösségbe, hogy megtanuljak bemenni az ő jelenlétében, hogy olajra kapjak. És tudom, hogy nem mindannyian jövünk ilyen háttérből, de szeretném mondani, hogy amikor én otthon leülök és csendességet tartok, én nekem ez a legnagyobb vágyam. Van, amikor egy igét nyit ki az Úr, és az érint meg. Van, amikor csak imádom a térdeimen. Van, amikor imádkozok. De az Úr megfog és betölt az ő jelenlétével. Megjön az olaj, és ez hozza a tüzet, ez hozza a változást, ez hozza a bűnbánatot, ez hozza azt, hogy ne egy erőlködős, változós, nem tudom milyen hetünk legyen, amikor, mint az újévi fogadalmak, 10-szer megfogadtuk, és 1-szer se csináltuk meg, hanem az legyen, hogy Isten jelenléte megérkezzen közöttünk, és valódi bűnbánatra vigyen. Mert azt mondja a Szent Szellem az, aki meggyőz minket ítélet, igazság és bűntekintetében. Ő az, aki ezt elvégzi. És tudod, ez az, ami táplálja a tüzedet. Emiatt lesz tüzed. Ezért lesz az, hogy a sötétségben világítani fogunk. Ezért lesz az, hogy nem azt érzed, hogy pislákolok valamit, és túlélem az életemet, hanem az van, hogy tűzben vagyok. Szolgáltam valaki felé 2 hete, és nem voltam jól. Nagyon nehéz napjaim voltak. És elmondhatom, hogy Ádámnál voltam. Sokszor szoktuk, ő az ilyen szellemi atyám, meg szoktuk beszélni a dolgaimat. És most az volt, hogy kicsit beszélgettünk, de mondtuk, hogy menjünk az Úr elé. És az volt, hogy csak letérdeltünk, 1,5 órát imádkoztunk, és éreztem azt, ez nem egy ilyen érzés, érzelem, happy, nem tudom mi, van, amikor az is társul, de amikor azt érzed, hogy a szellemedben élet van. Amikor olvastad az igét, és megérintett, és a hited a helyére kerül, újra tudsz bízni az igazságokban, újra megvallásokban tudsz járni, újra előre tudsz menni, újra meg akarod osztani az evangéliumot, újra tüzed van, szeretni tudod a tesódat, előre tudsz menni. És tudjátok, ez volt, és az volt, hogy utána valakivel beszélgettem, mondtam neki, hogy ezt is így kéne, és így mondja, hogy nem tudja elhinni, nem megy ez. Mondom, semmi gond. Tudod, hogy mire van itt szükségünk? Most arra, hogy Isten jelenléte megjöjjön, és ez feloldja, megoldja azokat a gátokat, megoldja azokat a köteleket, megoldja azt, ami ott van, és elkezdtünk imádkozni, és együtt zokogtunk a telefonba. Mert higgyétek el, ha van valaki, aki erről hitelesen tud beszélni, nem azért, mert fel akarom magasztalni magam, de tényleg nagyon sok sérült emberrel találkozok. Annyira elegem van már azokból a beszélgetésekből, amikor én okosan elkezdek lelkigondozni valakit. Higgyétek el, semmit nem ér. Semmit nem ér. Egyetlen dolog van az, ami a te életedet, az én életemet és mindenki életét meg tudja változtatni, az az Istennek a valóságos jelenléte. És erre akarlak titeket bátorítani, hogy ezen a héten ennek rendeljünk alá dolgokat. És erről beszélt Ádám. Hogy tudod, amikor az van, hogyha most úgy érzed, hogy megvan keményedve a szíved, nem akarod az Úr Jézust követni. Tudod, nem tudsz te magadtól megváltozni. Ha még el is döntöd, nem tudsz megváltozni. De ha azt fogod mondani, hogy én találkozni akarok az élő Istennel, az Isten jelenlétével, a Szent Szellem, ha megérint téged és meggyőz téged, akkor meg fogod hozni a döntést. És azért van az, hogy arra kérünk titeket, hogy ezt tartjuk szem előtt, hogy így áldjuk egymást, hogy így bocsássunk meg, hogy ne oltsuk meg a szellemet, hogy káromkodjunk, hogy pajzánpoénokat nyomjunk, mert ez mind oltja a szellemnek a jelenlétét. És erre bátorítalak titeket, hogy ezt gondoljuk végig az életünkbe, hogy vajon van-e kenetem, van-e olajom,
a hétköznapokba, és ha nincs semmi gond, de legyen egy célod. Legyen ez a hét arról szó, hogy oda akarok kerülni, hogy az Istennel akarok mélyebbre menni, hogy az Istennel való közösségből, tudjátok, honnan lehet olyat szedni? Vannak a közösségi alkalmak, halleluja, de ha nincs otthon, neked belső szobád, olyan közösséged az Úrral, ahol betölt, ahol megelevenít, akkor az üres lesz. És tudjátok, amikor nehézségek lesznek az életünkben, mert lehet, hogy lesznek, sőt, biztos, hogy lesznek mindannyian, és lesznek olyanok, én is olyanon megyek át, amikor az Úr olyan mély dolgokat végez el az életembe, amiket nem tudott volna más. Olyan meggyőződéseimet, amikor 100%-ig biztosan álltam ma, nem tudom milyen eleles, nem tudom milyen tudásommal, higgyétek el, az Úr van, amikor megráz, és Réz Ádámot is meg tudja rázni, és az Istennek az összes nagy munkását. És tudjátok, hogy mi a különbség? A között az Isten nagy emberei között, és azok között, akik elhullanak, hogy akik be tudnak járni, és én nekem is újra és újra ez a válaszom, nem tudom, amikor lelki gondozok, akkor se tudok mást mondani, vagy be tudunk járni az Úrhoz, és az ő szelleme megújít minket, megújítja a hitünket, feltüzel minket, amikor megtérésre hív, amikor őt keressük, és hitáltal, mert el van készítve. Testvérek, ha megértenénk, hogy mit jelent a fiúságunkba az, hogy te letérdelhetsz otthon, és hitben bejöhetsz az Isten jelenlétébe. Letérdelhetsz otthon, és bátran jöhetsz, és amikor hitből elkezded az Isten igazsága szerint élni, imádkozni, őt keresni, hidd el, hogy meg fog érkezni. És ha erre fogunk figyelni a héten, ha őt fogjuk keresni, ha azért akarunk változni, mert ő belőle akarunk többet, mert őt akarjuk követni, akkor fantasztikus hetünk lesz. Mert azt mondja az Úr, hogy akik teljes szívvel keresik őt, azok meg is fogják találni. És ez a bátorításom nektek, hogy fiak vagyunk. Nem úgy van, hogy akkor most összegyűlt nép, akkor is, ha úgy érzed, hogy kicsit az a tűz, ami benned van, az pislákol, vagy ránézel XY-ra is, hogy ő mennyire szellemi, milyen tűzben van, mennyire jó. Ez nem így működik. Fiúként, szellemjogilag, az igazság szerint te bátran jöhetsz az Atyához. És ha ez szerint fogunk menni, ha azt fogjuk mondani, hogy de jó az Atya, és nem baj, hogy még küzdök, még nem baj, hogy kemény a szívem, de jönni fogok, keresni fogom őt, meg fogom találni, és én fiú vagyok, és szeret, és át fogja törni, és hidd el, hogy ahogy be fogunk jönni az Úr jelenlétébe, ahogy találkozni fogunk vele, őt végezni fogja a munkát, és ott le fognak hullani láncok, meg fognak változni a dolgok. Bazsi, megkérhetlek, hogy gyere a zombihoz. És a jó hírem az, tudjátok, így néha az van bennem, nem tudom, hogy nektek is, hogy olyan jó lenne, hogyha már ennek így vége lenne, nem? Hogy nem kéne már úgy változni, már úgy mindent letennénk, de az az ige jutott eszembe, hogy azt mondja Isten igéje a szőlőveszőnek a példázatában, hogy az, aki sok gyümölcsöt terem, annak mi a jutalma? Azt megtisztítja. És testvér, azt akarom a szívedre helyezni, hogy attól, hogy van nehézség, az nem azt jelenti feltétlenül, hogy te nem tudom milyen bűnös, nem tudom milyen rossz ember vagy. És tudom, hogy sokaknak az kísértés az, hogy én nekem azért nem megy úgy, mert rossz ember vagyok. Azért, mert én nem tudom úgy csinálni, mint a másik, vagy nem tudom mi. Ha ezeket Isten végzi a tisztítást az életedben, az azért van, mert gyümölcs termésre vagyunk elhívva. És gyümölcsöt teremsz, és az Isten ajándéka az, hogy tovább tisztít téged. Mert fel akar készíteni, végül akar vinni, és hiszem, hogy mi olyan népe leszünk az Úrnak, hogy ez a hétnek a változásai az életünkbe azt fogják munkálni, hogy több olajunk lesz. És meg fogjuk tanulni, hogy hogyan tudunk ebből az olajból még többet kapni naponta. Hogyan tudunk hitben járni, és nem látásban. Hogyan tudunk a fiúságunkban előrébb menni, és elváltozni a gondolkozásunknak a megújulásával. És én ezért akarok változni. Megtanultam, hogy minden más időleges és üres. És lehet, hogy van, aki nem hisz nekem, de higgyétek el, hogy így van. Nem kell, nem azért, mert én mondom, hanem azért, mert az Atya mondja. És újra és újra meg kell tanulnom azt, egy úgy tényleg legutolsó ige, Galata. Mégis akkor,
mikor Istent nem ismertétek, természettől oly dolgok rabszolgaságában éltetek, melyek nem Istenek. De most, hogy Istent megismertétek, helyesebben, hogy Isten megismert titeket, hogy fordulhatok ismét az erőtlen és szegényes elemekhez? Hogy akarhatjátok ugyanazt újrakezdeni? Ismét az elemek rabszolgái akartok lenni? Kérdezi az Úr tőlünk, és ezzel szeretnélek titeket most egy imádságra hívni. Gyertek, boruljunk le az Úr előtt, hogy ha úgy érzitek, hogy valahogy ez a fókusz eltűnt, hogy a változás, a tábor, amiért itt vagyunk, az sokkal inkább valami olyasmi, hogy én jobban legyek, jó legyen, tovább lépjek és csináljam a saját dolgomat, akkor az a régies elemek, azok a régi dolgok, amiből az Úr már kihozott téged. És azt hiszem, hogy az Úr szeretné a szemünket, a hitünket visszahelyezni ma este így indításként arra, hogy nem baj, hogyha nem érzed. Nem baj, hogyha még távol néginak érzed, de most hozhatunk egy döntést. Hozhatunk egy döntést, hogy rád vágyunk, Uram. Hogy rád vágyom, szeretnélek, ha nem ismered őt most, legyen az az imád, hogy szeretnélek téged megismerni. Szeretném azt az életet, ami megelégít, ami nem rabszolgává tesz, ami nem bűnössé tesz, ami nem rombolja az életemet, hanem a Szent Szellemnek, az élő Istent akarod megismerni, akkor csak ezt mondd el neki. Isten tudja, hogy mire van szükséged. Gyertek, tegyük le az elvárásainkat. Tegyük el minden olyan dolgot, amikor megmondtuk, hogy jöjjön, mit csináljon, miből akarok változni, és adjuk át a vezetést ma az Úrnak. Ennek a tábornak az elején valljuk meg azt, hogy ő hagy döntsön. Ő mondja meg, hogy miből kell változni. Ő mondja meg, hogy mi legyen az a sorrend. Ő érintse meg az bennem, amit ő szeretne. És tudjátok, hogyha az Úrat tesszük az első helyre, ő meg fog érkezni. Ezért fogok imádkozni, és hogyha van bennetek imádság, akkor ti is ezt mondjátok el az Úrnak. A következő dal alatt is lehet imádkozni. Az, amiket most Isten felhozott bennetek, azt mondjuk el neki. Mennyei édesatyám, köszönöm, hogy itt lehetünk. Köszönöm, hogy te nagyon szeretsz minket. Köszönöm, hogy elhívtál. Köszönöm, hogy szüzei tiszták lehetünk előtted. Köszönöm, hogy fiak lehetünk, és most bátran jöhetünk eléd. Bátran léphetünk be a trónok termébe. Köszönöm, hogy jöhetünk a te lábadhoz. És köszönöm, hogy kereshetünk téged. És köszönöm, hogy nem számít az, hogy hogyan jövünk. Nem az számít, hogy mit tudunk tenni. Nem az számít, hogy mennyire tudunk jól ott lenni. De köszönöm, hogy dönthetünk, hogy most eléd jövünk. És atyám, megalázzuk magunkat előtted. És bocsásd meg, amikor a hitetlenséget választottuk, amikor engedtünk a reménytelenségnek. Bocsásd meg, amikor másokat kárhoztattunk a dolgainkért. Bocsásd meg, amikor a te présedet rossz dolognak vettük. Köszönöm, hogy te szeretsz egyen-egyenként minket. És köszönöm, hogy választhatjuk azt, hogy engedünk és feléd megyünk. És köszönöm, hogy engedünk neked, ahogy benned bízunk, ahogy lerakjuk az arcunkat, az elvárásainkat, azt, hogy te neked mikor és hogyan kell jönni. Köszönöm, hogy te fogsz velünk most találkozni egy új módon. Köszönöm, hogy kinek-kinek egyen-egyenként erre a hétre van terved, van szavad, van változtatni valód, és köszönöm, hogy ez a szellemednek az ereje lesz. Köszönöm, hogy te fogsz minket megváltoztatni, drága Szent Szellem. És így kérlek, hogy jöjj és töltsd be ezt a tábort most frissen. Drága Szent Szellem, kérlek, hogy jelenj meg most közöttünk. Ahogy döntünk, hogy téged követünk, és azért akarunk megváltozni, hogy téged tudjunk jobban követni. Azért akarunk megváltozni, hogy tudjunk téged jobban megismerni. Hogy amire elhívtál, azt be tudjuk futni. Hogy a hétköznapokba a te keneteddel, a te olajaddal, a te jelenlétedben tudjunk járni. És atyám, bocsásd meg, amikor ezt elengedtük. Bocsásd meg, amikor saját utunkon járunk. De most visszajöttünk hozzád. Visszajövünk hozzád. És atyám, most azért imádkozom, hogy szólj hozzánk. Ahogy így előtted vagyunk, köszönöm, hogy letehettük az elvárásainkat, azt, hogy mit és hogyan akarunk ezen a héten. És köszönöm, hogy nem kell engednünk, és ellene állhatunk minden elutasításnak, elutasítottságnak,
versengésnek, féltékenységnek, kisebb rendűségérzésnek. Köszönöm, hogy te egyénileg dolgozol velünk. És jöjj úgy, ahogy te akarsz. Jöjj akkor, amikor te akarsz. Jöjj azzal, amivel te akarsz. Mondd meg te, hogy mi és hogy legyen. Atyám, visszaadunk neked mindent. És azért imádkozom, atyám, hogy jöjj és hívd meg a mi szívünket válaszra. Hívd meg szívünket válaszra ezen a héten. Megáldom az én testvéreimet a názáreti Jézus nevében. Hogy az, amit elterveztél a héten, a te terved legyen meg az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.